válogatott vezetőedzője kijelentette, február közepén már minden versenyző vízre száll, hogy felkészüljön az előttük álló feladatokra. Azt is elárulta, mire kell figyelniük a fiatal és a tapasztaltabb versenyzőknek. Vendégem Storz Botond, olimpiai bajnok kajakozó. Nagy szeretettel üdvözöllek ismételten itt nálunk. Azt gondolom, hogy van miről beszélgetni, mert hiszen érdekes ez az időszak most. Te, mint a válogatott vezetőedzője, mondhatom úgy, hogy a legritkább esetben találkozol a válogatott keret tagjaival, hiszen a szélrózsa minden irányában, valahol külföldön, nehéz, valahol igen, vannak. Nehéz összehangolni. Általában egyébként a munkamegosztás szövetség részéről az úgy is történik, hogy felosztjuk magunk között Hüttner Csabával, aki az utánpótlás keretet irányítja a feladatokat, és akkor ő megnéz pár helyszínt, ahol készülünk, meg én is. Nyilván szerencsésebb lenne, hogyha egy vagy két helyszínről lenne szó, de azt azért nehezen lehet megoldani. Tehát tudni kell azt, hogy Európán belül nagyon korlátozottak a lehetőségek így koratavasszal, amikor mi gyakorlatilag arra kényszerülünk, hogy elmenjünk. Nyilván a kényszer mellett, a kényszert az hazai időjárási körülmények okozzák, bár most tényleg egy szavunk nem lehet, tehát most itthon is már azért vízre lehet szállni. Nyilvánvaló, hogyha ennél egy kicsit szudarabb azért itthon az időjárás, tehát az átlagos február van, vagy március eleje, akkor azért hideg van még vízen, meg olyan minőségi munkát, nem kell gondolom külön mondani, hogy 25 fokban jobban lehet dolgozni, készülni. Olvastam valahol, hogy talán a Tóth Kassanyi nyilatkozta, hogy jó elmenni messzire, és nem azért, mert egzotikus tájékra mennek, például azt hiszem Dél-Afrikába, hanem azért, mert mondjuk Spanyolországban vagy Portugáliában, ahol jobb az idő, ott rengetegen vannak, nem lehet úgy készülni. Igen, ez sajnos igazság? Sajnos így van, tehát Európa, ilyenkor Európának nem csak a kajakosai, kenusai, az evezősei is próbálnak Európán belül elmenni melegebb éghajlati részre. A legnépszerűbb egyébként Sevilla van, még Róma mellett Szabaudiában egy edzőtábor, illetve Portugáliában, de Portugália már azért annyira éghajlati adottságait tekintve már nem kedvező, mint Sevilla. Tehát Sevilla hőmérsékleti szempontból csillagos ötös, ott azzal kell megküzdeni, hogy nagyon sokan vannak. Dél-Afrikában kevesen vannak, nagy csapat viszont Dél-Afrikában sajnos nem tud menni, mert ott meg nincs annyi hajójuk a dél-afrikaiaknak, amennyit ebben az időszakban bérbe tudnak adni. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy a hajókat, azokat nem is szállítják ki ilyenkor a versenyzők? Tehát nem a saját hajóban Európán belül szállítjuk a hajót, tehát ez nagy előnye nyilvánvaló egy európai helyszínnek. Dél-Afrikában a tengeren túlra nem szállítunk, tehát annak olyan költsége van, hogy egyszerűen nem érné meg. Azon gondolkodunk, meg mindig felmerül, hogyha van olyan helyszín, ahol biztosan tudjuk azt, és garantált, hogy oda 4-5-10 évig járunk, hogy oda adott esetben ledepózni egy nagyobb hajóparkot, de sajnos az a tapasztalat, hogy a vendéglátók, vagy a vendéglátók azért szeretnek visszaélni ezzel a pozícióval, és akkor azért nagyon megnyomják az árakat, tehát hosszú távon nem nagyon. Vagy ne találtam, még a hajókat is használják. Azzal még nem lenne probléma, mert meg lehet, bérbe adhatják közösen, tudjuk akkor mondjuk annak az előnyeit élvezni, de ezért nem mertünk még így ennyire hosszú távon. Te Botond, ki dönti el, hogy ki hová megy edzőtáborozni? Én bekértem a kiemelt keret tagoktól, hogy hova szeretnének menni, mi az, miben hisznek ők, hogy hol tudják elképzelni jól a felkészülést. Általában el is fogadtam mindegyiket, tehát volt olyan, ahol nyilván egyeztettünk, nem jó, más helyszín, stb. De nagyjából tehát az edzők összeállították, hogy nekik mi az éves felkészülési tervük, ezt tavaly ősszel pontosítottuk, ebben nyilvánvaló, hogy kiemelt szerepet kap, tehát ugye az olimpiától számolunk vissza. Válogatóversenyhez képest mikor kell vízre szállni, mert hogyha mondjuk csak július-augusztusban lenne a válogatóverseny, akkor nyilván nem lenne indokolt február 1-jével kimenni már
meleg vízre, jóval kevesebbet is költenénk ilyen edzőtáborra, viszont az első válogató május 10-én van, tehát abszolút indokolt, hogy ilyenkor kimenjenek. Ezt közösen megbeszéltük. Ugye ezt, ezt el lehet mondani nyugodtan a kedves nézőknek, hogy nem nyaralni mennek ilyenkor a versenyzők. Nem, nem gondolom, hogy azt hiszik, hogy, hogy nyaralni mennek. Tehát van kőkemény munka, van, tehát, edző is megy velük, felügyelet is van. Tehát, ja, nyilvánvaló. Tehát úgy, az természetes, hogy edzővel mennek. És meg... te kapsz visszajelzéseket már a kint folyó munkáról, vagy amikor hazatérnek, akkor ja, kapok, nem, nem, kapok visszajelzéseket, van olyan helyszín, amelyiken én vagyok jelen, van olyan helyszín, amin az utánpótlás vezetőedző, tehát meg majd, hogy nem napi kapcsolatban vagyunk azért e-mailen keresztül, vagy telefonon keresztül. Mi az az ideális, mondjuk itthon, az az ideális hőfok, amikor már azt mondod, hogy nem kell menni külföldre, gyerekek, jó ez már itthon. A víz, a levegő. Én kényelmes vagyok ilyen szempontból. Tehát én mondjuk azt mondom, hogy a májust azt nagyon szeretem. Tehát májusban, hogyha most kicsit is hidegebb van, akkor sem olyan hideg már a víz. Áprilisban, márciusban is tud jó idő lenni, de azért hiába van mondjuk 15-20 fok napközben, hogyha február végén még azért a jeges Duna folyt, akkor általában azért a vizeink még hidegek, tehát alulról azért azok nagyon hűtenek. Tehát akkor is hideg, hogyha nem borul bele véletlenül, hát mert ugye hideg. Nem szoktak már beleborulni. Nem szoktak, nem. Nem, tehát nem. Attól nem kell félni, de hideg. Tehát április elején szoktak hazajönni, van, aki egy kicsit kihúzza tovább. Én időmben én is mindig áprilisig voltunk, tehát a március egész az kimaradt, tehát itthon nem nagyon kajakoztam én márciusban, szerencsére. Tehát azt tényleg úgy meg tudta oldani akkor is a szövetség, de szerencsésebb az, hogyha valaki még az április első hetét, második hetét esetleg így bele tudja vonni a külföldön a felkészülésbe, mert akkor április második felében már általában azért tényleg mindig jó idő van. Ez a melegvízű edzőtáborozás, jó időben, jó helyen, ez azt jelenti, hogy ők ott kimondottan már a hajóba ülnek, tehát nem az az alapozó időszak van, mint gondolom, ami itt volt a téli időszakban, hogy edzőterem, konditerem. Szerintem a felkészülésnek az egyik talán a legfontosabb és a legmelósabb szakasza ez a tavasz, hiszen így az év főverseny az augusztusban van. Tehát nekünk fontos az, hogy a kondi edzést az olimpiáról beszélünk. Igen. Tehát, hogy a kondi edzést is fenntartsa valaki, de mellette elkezdi a vízi munkát, a vízi alapozást. Ilyenkor mennyiségben jóval többet edzenek, mint nyáron, akár a kétszeresét is, tehát több időt vannak vizen, több kilométert teveznek, és mellette a kiegészítő edzések ugyanúgy vannak, még viszonylag nagyobb terjedelemben. Az erősítés? Erősítés is ugyanúgy, igen, futóedzés is kiegészítésnek, de a vízimunkán van egyébként a fő hangsúly. Tehát most már akkor a technika és a vízimunka. Abszolút. Ugye az első. Hiszen most össze sűrűsödött a program, mert majd erről beszélünk, ahogy a válogató versenyről, mert ugye speciális dolgok vannak itt kajakkenuban. Hiába van kvóta, nem személyre szól a kvóta. Ez így van, tudom, ugye? De alapozó időszak van, tehát jócskán szerintem. Mm-hmm. Tehát most ezenek a legtöbbet egyébként ezekben a hetekben. Azt pontosan tudjuk, hogy egy profi sportoló, ráadásul ugye itt azért erőről is szó van, az egészség az nagyon fontos. Az megoldható külföldön, messze Magyarországtól, hogy orvosi ellátás, gyúró, mert gondolom a felméréseket ott is megcsinálják, hogy milyen állapotban vannak az emberek. Ez hogy lehet megoldani? Megoldjuk. Tehát, ahova tud menni, és ahol nagyobb csapataink vannak, oda mennek a saját gyúróink, 3 darab gyúrót foglalkoztat egész évben folyamatosan a szövetség. Most tavasszal egyébként ez 4-re egészül ki, pontosan emiatt, hogy minél több helyszínen legyen jelen saját gyúrónk. Van olyan helyszín, ahol nincs kint magyar sportmasszőr velük, ott a helyszínen oldják meg, és azt is előre leszervezve. Tehát leszervezve, biztos helyre mennek. Rendben van, tehát tényleges. Ez csak az aggódás? Nem, tehát tényleges szakszerű ellátást kapnak, bejáratot, tehát visszatérő helyszínek, ismerik pontosan jól a gyúrót, aki majd foglalkozni fog velük. Orvosi ellátás pedig mindenkinek a keretorvosunk összekészíti
a legszükségesebb gyógyszereket, betesz mellé egy gyógyszernaplót, valamit kivesz, feljegyzi, mire veszi, és mielőtt nyilvánvaló előtt azért konzultál a keretorvosunkkal. Nehogy véletlenül. Nincs benne olyan, ami mondjuk listás lehetne, vagy bármilyen összetevőjét tekintve nem lenne nem beadható versenyzőnek, de hát nyilvánvaló, hogy a keretorvosnak arról tudni kell, meg hát ő tudja azt, hogy mire mit kell szednie. De hát a leggyakoribb dolgokra szoktak ilyenkor nyilvánvaló felkészülni. Tehát... Felmerül az a kérdés bennem, hogy itt most hosszú távú felkészülés van, nem maradhat ki egy nap sem. Mi van akkor, hogyha megfázik egy ember és kihagy edzéseket? Mert hát ők is, azért ők is emberből vannak. Ezt be lehet hozni, mert ugye annak idején egy nagy zongorista azt mondta, hogy ha egyszer nem gyakorlok, azt akkor még talán senki nem veszi észre, ha két napot kihagyok, akkor azt már én észreveszem, hogyha három napot nem, akkor már a közönség is észreveszi azt, hogy hibázott valami. Be lehet hozni, de szerintem azért nyilván hasonló. Tehát most az, hogyha valaki 365 napból, ebben most nem számolom a pihenőnapokat, meg a hétvégét, tényleg minden nap edzés készül, akkor az, hogy most 2-3 napig nem lesz ott a felkészülésnek, ebben a szakaszában be fogja hozni, utol fogja érni magát. Ha kimarad neki egy hét, akkor az én tapasztalatom az, hogy ahhoz kell két hét, igen, mire úgy igazán utol éri magát. Tehát egy kicsit én azt mondom, ilyen dupla szorzóban, hogyha mondjuk valaki tavasszal kihagy egy hónapot, egy hónappal később száll vízre, hát az már visszaüt. A mezőnynek az, lehet, hogy nem lehet ennyi fontos. Nem, az már nagyon visszaüt. Nyilvánvaló, hogyha valaki az év főversenye előtt hagy ki három napot, akár csak egy megfázás miatt is, az katasztrofális is lehet. Igen. Azt tudod, gondolom tudod, hogy most merre járnak a versenyzőitek? Valóban szinte szerte a világban. Floridától Európán át Dél-Afrikáig, illetve a Budabiban is van kint egy csapat, és oda is még megynek most hétvégén. Ja, jut eszembe, ezek már mind kipróbált, tehát nem első alkalomkor mentek ide már a versenyzők, ezek kipróbált helyek? Mind olyan helyszín, ahol már voltunk az olimpia. Tehát közvetlen az olimpia évében én abszolút nem vagyok híve annak, hogy valaki egy teljesen új helyszínt próbáljon, mert kerüljük el azért a meglepetéseket. Igen. Ha már az olimpiáról beszélünk, és ha már az előbb feldobtam azt, hogy speciális dolgok vannak nálatok, mikor kapod a kezed közé ismételten a versenyzőket? Tehát mikor lesznek test közelben most már itthon? Április 12-én, 13-án ér haza az utolsó delegáció, mondhatom így, Floridából. És gyakorlatilag egyébként április 2-ával jön haza mindenki más, tehát az áprilisra azt lehet mondani, hogy akkor már mindenki itthon készül, és május 11-e és 13-a között már válogató versenyünk van az olimpiára. Tehát. Itt egy kicsit tamáskodom mindig, azért vagyok itt azért, hogy kérdezzek. Amikor hazatérnek egy ilyen edzőtáborból, hosszú edzőtáborból, akkor itthon van számon kérés? Van vizsgálat, hogy na, hogy állnak ők? Vagy mindenkinek a saját lelki ismeretére van bízva? Nyilvánvaló, hogy az edzőkkel én is folyamatosan kapcsolatban vagyok, meg le is megyek edzésekre, és látom őket. Most az idei évben pontosan így a hazaérkezés és a válogató közötti időpont között, tehát arra rövid időszakra való tekintettel elmarad minden évben szokott lenni nekik egy felmérő, edzés, vagy nem verseny, nem verseny, hanem felmérő. Most lesz egy tájékoztató verseny, ami aki akar, indul, aki nem, nem. Általában azért szeretnek az év fő versenyei előtt, tehát az első válogató előtt mindenki szeret egy versenyen elindulni, hogy túlessen az első versenylázon. És mondom, tehát május 10-től, 11-től már élesben megy a dolog. Teljesen. Tehát ott minden kiderül, hogy ha addig valami nem. Van védett emberünk? Ugye, mert kvóta rendszer van, de a kvóta nem XY-nak a nevére szól. Épp tegnap kérdezték tőlem egy könyvbemutatón egyébként, hogy miért nem névre szól, hogyha valaki megszerzi. Miért nem szól névre? A kvótát. Eleve a Nemzetközi Kajakin Szövetség sem, illetve a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság sem névre osztja kajakkenuban a kvótát. Én magam sem értenék vele egyet. Nem mondod. Abszolút nem. Hát de most akkor ismételte, hogy kötözködjek egy kicsit. Azért az normális, hogy többször csúcsformába kell kerülni? Szerintem az az áloga, hogy eredményes legyen Rióba. Tehát gondoljuk el azt, hogy valaki megszerzi tavaly 2015-ben a kvótát, és akkor onnan, ha 2016-ban nem ő a legjobb magyar, mégis ő induljon. És mondjuk van olyan magyar, aki megveri őt egy hajóval, vagy másfél hajóval, vagy akár csak egy centivel. Hát azon olimpiai érmek múlhat. Persze, hát tudjuk a magyar kajakkenu sport erejét. De az a szerencsé egyébként, hogy mi ebben szocializálódtunk, tehát ebben nőttünk fel, tehát nincs az, hogy most miért nem én kvótát szereztem. Nyilvánvaló a versenyző, aki kvótát szerzett, azt mondja, hogy legyen előnye, de annak idén, amikor viszont ő volt fiatal, és akkor került be a válogatottba, akkor meg az, neki volt olyan jó, hogy akkor őnek is ugyanannyi esélye van, mint annak, aki már bizonyított. Ugye ez azt jelenti az elgondolások szerint, hogy aki Magyarországon megszerzi azt a bizonyos repülőjegyet, annak azért nagy esélye van az olimpián is legalább egy dobogós helyezésre. Hát, ismerve a magyar erőviszonyokat. Jó lenne, ha így lenne. Hát az olimpiai számoknak a felében szereztünk tavaly a világbajnokságon érmet, tehát 6 érmet. Nem való igaz, tehát van tényleg, azt lehet mondani, hogy szinte majdnem minden számban. Aki itt kivívja, azért vele akkor számolni. Igen, ugye? Esélyesek tudunk lenni szerintem az olimpiai számokban. Árulj már el nekem, mert hiába van a televízióban és nagyon sok közvetítésben, hála Istennek, kajakkenu és pazarversenyek vannak. Mit éreznek azok a versenyzők? Teszem azt egy ilyen magyar, hát te is versenyeztél ilyen szinten, egy ilyen magyar válogató kvótaszerző verseny előtt. Mit érezhet az, aki már úgy érezte, hogy ott van? Szóval nem érzi, tehát nem érzi úgy? Senki nem érzi úgy, hogy azért, mert ő tavaly mondjuk világbajnokságot nyert, vagy érmes volt a világbajnokságon, vagy kvótát szerzett, hogy ő már ott van, vagy félig ott van, hiszen tudja azt, hogy nincs, ahhoz 2 válogatót kell megnyernie, hogy ott legyen. És igen. Tehát nagyon nagy itthon a konkurencia harc. Az nem baj. Az nem, az nagyon jó. Tehát az nyilván az eredményességnek az áloga is. És tudja azt, aki, tehát a legjobbakról, hogyha beszélek, hogy neki igen, még itthon is meg kell küzdenie. Tehát tisztában van. Tisztában van vele. A válogatott vezetőedzője az ilyenkor karosszékből nézi a versenyt, mert azt mondja, hogy fú, ezek azért nyomják és harcolnak, és ez előre viszi a dolgokat. Vagy azért van olyan, hogy fú, te úgyse fogod elárulni, nem lenne baj, hogyha ő vagy, szóval van kedvenc, nem mondd ki a nevét, ha van, de te hogyan nézed kívülről ezeket a versenyeket? Bicikliről, de nyilvánvaló, hogy... Az mit jelent, hogy bicikliről? Ja, hát megyek a pálya mellett egyébként. És akkor látod? Az edzők is, persze, az edzők is szokták kísérni, igen, és akkor nem csak az van, hogy akkor ülünk mondjuk a céltoronyban, vagy a lelátón, és akkor látjuk a befutót, hanem mindjárt a rajtól is. Tudod követni, hogy hogyan és mit jöttem. Igen, hogy tényleg hogy alakul. Nyilvánvaló, én is azt szeretem, vagy azt szeretném, vagy az a vízióm, hogy akkor sima legyen, ne legyen szétlövés, egyértelmű legyen. Rég megtanultam azt, hogy kár ilyenben gondolkodni, meg tervezni, mert úgyis mindent, és azt kell, hogy mondjam, hál' Isten is, átír mindig az adott verseny, és fölösleges szerintem víziókhoz, előzetes víziókhoz ragaszkodni, mert az a jó, hogyha tényleg az eredmények bizonyítanak valamit, és az alapján lehet. Nyilván kényelmesebb lenne, hogyha papírforma lenne, ugyanaz lenne a 2 válogató, de jó, oké. Viszont látásra kész, lehet készülni tovább, gyerekek. Igen. Én majd jövök veletek, biciklizek egy kicsit majd az olimpián is. Mikor dől el, nevek nélkül, mikor dől el, hogy ki milyen számban indulhat el? Ugye lehet, van olyan, hogy 2 számban el fog indulni egy magyar versenyző? El lehet indulni. Június 12-én zárul a második válogató versenyünk.
Rá két hétre van még egy Európa-bajnokság. Az egy fontos verseny lesz, vagy egy Európa-bajnokság lesz? Fontos verseny lesz, hiszen hogyha több kvótánk lesz, mint amivel most rendelkezünk, és rangsorolni kell azt, hogy melyik számba legyen a prioritás, mert kevesebb kvótát kapunk, mint ahányan indulhatnak. Férfi kajakszakákban, másik két szakákban, női kajakban nem hiszem, hogy lesz ilyen problémánk. Kenuban meg ugyanannyi van, mint ahányan indulhatnak. Tehát ilyen szempontból ott akkor rangsorolni kell, tehát fontos lesz. Fontos lesz abból a szempontból is, hogy nagyon jó lenne az EB már azzal az csapattal indulni az olimpiai számokban, akik majd az olimpián indulnak, tehát mindenféleképpen ez a cél. Jó lenne, hogyha már utána nem kellene belenyúlni a csapatba. Tehát június vége, július elejére biztos, hogy meg lesz. Meg lesz minden. Június második felében szeretném én lezárni, hogy utána viszont mindenki már tudjon nyugodtan készülni abban a két hónapban az olimpiára. Tehát én mondom azt, hogy milyen jó, hogy konkurencia a harc. Persze, értelek. Betekedni. Van azért a felkészülésnek olyan szakasz, amikor lezárul a hazai válogatózás, és akkor onnantól kezdve tényleg mindenki már arra a számra koncentrál. Az egyre vagy kettőre, mert van esély duplázni. Nagyon gyorsan eszembe jutott valami, és fölteszem a kérdést. De a felkonferálásban azt mondtam, bocsánat, hogy a fiatal és a tapasztaltabb versenyzőknek is nagyjából elmondod, hogy mire kell figyelni. Azt elárulod nekünk, hogy mit lehet ilyenkor nekik már mondani? Vagy mit lehetett nekik mondani? Az olimpia az abból a szempontból van, aki egy kicsit úgy meghőköl, vagy talán nagyobb hatással van rá az, hogy kimegy egy olimpiára, és nem volt még olimpián, hiszen azzal együtt, hogy szerintem világszínvonalú az, ahogy mondjuk a Magyar Kajakkenu Szövetség megszervezte az elmúlt kvalifikációs világbajnokságot 2011-ben, az azt megelőző világbajnokságot, Európa-bajnokságot is. Hangulatában egy olimpia még egy tízes szorzót mondjuk oda lehet tenni. Tehát, hogy ez a hangulat ne vigye el a versenyzőket, tehát ebből minél többet átadni. Egyrészt, mint volt versenyző, másfelől pedig, mint vezető, mint aki, felelős már volt vezető. Kint, aki már volt kint olimpián. Egy utolsó kérdés az olimpiáról. Hallottunk most ezekről a borzasztó vírusokról, vagy akármi ezzel. Nektek mi az álláspontotok? Nagyon szerencsésnek tartom, és jó döntés volt az, hogy tényleg azt mondom, hogy energiát, pénzt nem kimélve, kim voltunk tavaly szeptemberben az olimpián, és megtapasztaltuk azt, hogy... Próbaolimpián. Igen. Olimpiai tesztverseny, előolimpiának is nevezik, teljesen mindegy. Egyrészt, hogy jutunk el a szállodától a pályára, mennyi időt vesz igényben, milyen útvonalak vannak, A, B, C verzió, milyen a szállodának a felszereltsége, konditeremre gondolok, ellátásra, étkezés, milyen problémákkal szembesültünk, vírusos megbetegedés, ami gyomorrontással kapcsolatos volt, volt egy hepatitis fertőzésünk, mindegyikre tudjuk a megoldást és oltásokat megkezdtük egyébként beoltani. Tehát akkor a magyar keretet. Sportolók, a magyar kajakkenusok azok elmennek mindenképpen. Elmennek, és egyébként meg, tehát ténylegesen most, amikor így jöttek ez az Zika vírusról is a hírek, az volt bennünk, hogy hát amikor mi kim voltunk, tényleg nem voltak szúnyogok, meg rovarok. Jó lehet, ugye másik félteket, tehát az azért ott a tavasz kezdete, tehát nyilván most van inkább sajnos ott szezon. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, itt azzal szeretnék búcsúzni tőled, voltant, hogy legyen baromi sok feladatod, törd a fejed július 4-e környékéig, hogy hogyan állítsátok össze a legerősebb magyar csapatot, és legyen kiért szurkolnunk, és legyen sok-sok aranyérmünk az olimpián. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, vigyázzatok magatokra! Köszönöm én is, és így legyen!